A Dakösség területén az elmúlt hónapok során számos utca kapott új szilárd útburkolatot, amely munkálatok megvalósításában a község önkormányzatát a tartományi szervek is jelentős mértékben segítették. Bojan Pajtić hangsúlyozta, az idén több mint 200 millió dinárt fektettek be a Dakösség területén, az elmúlt évek során pedig összesen több mint 1,5 milliárd dinárt, aminek köszönhetően a Dakösség szemmel látható fejlődésen ment keresztül, hiszen az év végére az egész község területén egyetlen olyan utca sem marad, amely ne rendelkezne szilárd útburkolattal. A mostani projektum keretében három adai utca, a Gyurogyakovitja, Mosa Piade, valamint a Száva Kovácsevics utca kap új aszfaltréteget. Ezek az utcák eddig is rendelkeztek szilárd útburkolattal, ám annak állapota már jócskán hagyott kívánnivalót maga után. Beruházás összértéke körülbelül 35 millió dinár, amelyből a tartomány szűk 31 millió dinárt pénzzel, illetve a fennmaradt összeget pedig a Dakösség önkormányzata, természetesen közösen a második helyi közösséggel, akinek a területén ez az említett utcák el is helyezkednek. Dr. Bojan Pajtić és Nebojša Malenković a község önkormányzatának illetékeseivel együtt megtekintették a község ipari zónáját, valamint a nemrég kiépített kerülőutat is, amelynek létrejöttéhez a tartományi szervek szintén jelentős összeggel járultak hozzá.